Több mint három évtizede hagyomány már a Pötörke Népművészeti Egyesület életében, hogy a karácsonyi időszakban egy adventi műsorral kedveskednek a táncosok, valamint a zenészek a város lakóinak. Idén december első hétvégéjén adott otthont a Magyari Zoltán Művelődési Központ a társulatnak, akik egy-két felvonásos, színvonalos produkciót hoztak a közönség számára. 180 táncosunk 7 csoportban táncol, és az első felvonásban a kisebb csoportok mutatkoztak be. Természetesen a nagyok is színpadra léptek egy-egy koreográfiával, hogy a szülők lássák a felmeneteli sorrendet, hogy mi és hova lehet eljutni az évek során. A második műsorban inkább a három legnagyobb csoport, a kis cifra, a cifra és a pötörke, valamint a zenész csoportok fognak bemutatkozni. Én úgy látom, hogy ez egy olyan igazi ajándék, hogy a nézőknek is adunk, és a szereplés által a táncosoknak is adunk egy óriási élményt. Tehát szerintem nekik is ez egy ajándék, egy óriási élmény, hogy szeretetet és produkciót és mindenfélét mutathatnak és adhatnak a nézőknek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez oda-vissza működik, ők is feltöltődnek, és hát a nézők azok ragyogtak most, úgyhogy szerintem nagyon sikerült. A teltházas produkció közönség soraiban több büszke szülő is helyet foglalt, akik örömmel nézték táncos gyermekeiket az adventi műsorban. Nagyon megható volt elsősorban. Két lányom táncol az Egyesületben most már évek óta, illetve hegedülnek is, és az egyik kislányom a hegedült, énekelt és táncolt, úgyhogy ez szülőként óriási élmény volt. Még egészen kicsik voltak, talán 2-3 évesek, amikor elkezdtünk járni az Aprók táncába, és nem volt kérdés, hogy folytatjuk náluk, illetve azt el kell mondanom, hogy én is táncoltam a Pötörkében pár évig. Lelkes anyukák csináltunk egy kutyaütők csapatot, még most is összetartó közösség vagyunk, és így kerültünk a Pivikéjéhez. Engem a gyerekeim vittek bele, bevallom. Azóta az alap, hogy otthon népzene szól. Nagyon szeretik így, hogy Ildikónál zenélünk is, és ezt bevallom, én is elkezdtem velük hegedülni, tehát teljesen része lett az életünknek, és ez a gyerekeimnek köszönhető. A Pötörke idei utolsó programjára november 30-án várják az érdeklődőket, amikor is egy előszilveszteri táncházzal zárja az Egyesület a 2019-es esztendőt.